Hello, sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Hallstattban, ez egy ilyen hétvégi kiruccanás, akkor autót le kellett tennünk a város szélén, mert nem lehet bejönni autóval, mondjuk elég drágába kerül. Itt körülnézünk a városban, meg fölmegyünk, itt van egy ilyen kilátópont, azt még nem tudjuk pontosan, hogyan fogjuk utat feljutni, de feljutunk valahogy. Már látjuk az utat valahol, csak hogy hol az elej, azt nem. Igen, már egy szép ízesés, azt is megnézzük. Kajálni viszont nem nagyon fogunk itt, mert iszonyatos árak vannak. Meg nem is nagyon van kínálat, nem igazán láttam olyan éttermet, ahol beültem volna szívesen. Egy pizzázót láttam, és az is zárva volt, szóval. Viszont iszonyatos sok turista van még most is. Igen. Például most, hogy látjátok, mi nagyon beöltöztük, mert én fázok. Szóval, de a turistákat ez nem izgatja, ahogy minket sem. Igen. Na, megtaláltuk a felutat, ott a temetőnél kell feljönni. Van egy felvonó is, de az nyilván drágább, mint felkirándulni. Meg elvég a hely túloldalán is van még egy felvonó, az meg fele annyiba kerül, mint ami itt van. De hát az is drágább, mint feljönni gyalog, úgyhogy elvileg egy óra alatt fel lehet jönni, de majd kiderül. Megindultunk lefelé, nagyon jó volt a látvány, tényleg baromi jól nézett ki, viszont szűkös az időnk, mert el kell foglalnunk a szállást. Majdnem kísértésbe estünk, hogy felvonóval jöjjünk le, de... Igen, tartjuk magunkat ahhoz, hogy mi felgyaloglunk, és le is. Bizony, meg holnap úgy is fogunk felvonózni, mert elmegyünk, azt hiszem, hát a Dachsteinre, Ausztria a legmagasabb pontja, azt hiszem. De ne kövezzetek meg, ha nem. 3000 magas, és oda azért túrával elég hosszú lenne, és annyira nincs időm, szóval oda felvonóval megyünk. Igen. Meg hát másik felvonót fent nem találtunk, de állítólag tényleg van Gozaúból. Most oda megyünk, mert ott lesz a szállásunk, majd lecsekkoljuk, hogy tényleg így van-e, hogy van, vagy nincs. Mi nem láttunk. Hát úgy alakult, hogy mi is megyünk most fel a Dachsteinre, hanem elmegyünk Salzburgba, mert nem számoltunk azzal, hogy vasárnap zárva lesznek a boltok. És ott van nyitva bolt, és ha ott vagyunk, akkor körülnézünk ott is, és egy nappal inkább meghosszabbítjuk a nyaralást, és holnap reggel még miatt hazaindulnánk, felmegyünk oda is a Dachsteinre.
Na hát itt sétálgatunk Salzburgban, és jó, hogy ez most ilyen nagyon hirtelen ötlet volt, hogy mi ide most reggel eljövünk, így nem igazán tudtuk, hogy mit nézzünk meg. Na, mint elkezdtünk sétálni itt a városba, igazából mindenbe beleakadtunk, amit igazából a Google feldobott nekünk, pedig tele nem direkt, nem a térkép alapján mentünk. Egyből a Mirabel kastély, a Mozart szülőháza, meg a dom. Igen, viszont tényleg minden bejárható távolságra van egymástól. Igen, igen. Nagyon hangulatos kis hely. Meleg? Mondjuk, de még jó. Melegebb, mint a kezem. Itt egész szélcsene, úgyhogy elmondjuk, hogy 50 km/h szél van itt fönn, meg mínusz 7 fok. Mínusz 7? Hát csak? Az Instagram azt írta. Hideg van, de nagyon jól néz ki. Na hát visszajöttünk itt a felvonóval. Nagyon szépen nézett ki, tényleg nagyon durván megért. A zsebbenyúlósabb program, mert hát 39 euró volt fejenként, meg még lent is volt egy kapun, amin be kellett jönni. Ott is elvileg az 14 euró lenne, de lecsippantottuk ott fönt, és akkor így azt nem kell kifizetnünk. Illetve szerintünk nem mindig érdemes repülőre ülni, hiszen a környező országokban, illetve nálunk is annyi látványosság van, ami itt muszáj megnézni. Tényleg nem látunk minden nap. Igen, igen, igen. Ez is olyan látvány volt, hogy ilyet otthon nem látni. Igen, volt ott egy jégbarlang, meg volt ilyen... Lebegő híd. Nagyon durva volt, tényleg. Igen. Mindenképpen ajánlom. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel. Köszönjük, hogy végignéztétek. Sziasztok! Sziasztok!